3T. A kulturális podcast. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a 3T elnevezésű podcastünk legújabb adása Pion Istvánnal és Mucsicska Lászlóval. A vendégünk pedig Csúlya László, aki a Virágvölggyel az A kategóriás Carlo Vivali filmfesztiválon elnyerte a régióban gyártott első és második filmeket felvonultató East of the West versenyprogram fődíját. Ez ugye még a tavasszal történt, vagy a nyár elején, most pedig a 9 hónap háború című dokumentumfilmjével a Szarajevói Filmfesztiválon bezsebelte a zsűri különdíját, meg bemutatták a Verzió Fesztiválon is itt Budapesten. Szia, Laci! Sziasztok! Az East of the West szekcióban egyébként a zsűridíját nyerte el a film, de... Mi a különbség a fődé és a zsűridíja között? Kevesebb pénzzel járt. De gyakorlatilag akkor a fődíj az a kvázi első helyezett? Igen, vagy a zsűridíja meg a második. De egyébként nincs több díj, tehát ez a kettő van. Tehát. Ezt egyébként tökéletesen nevetem. Cannes-ban is ugye ugyanígy van, ott is a Saul fia ugye a zsűri nagy díját nyerte meg, és utána egy másik film meg a fődíjat. Igen, nekem van erről még egy olyan koncepcióm, hogy lehet, hogy itt az van, hogy a fődíj az úgy alakul ki, hogy konzultál a zsűri, a fesztivál vezetői igazgatóságával is, de ez csak egy ilyen tipp, és akkor a zsűri díja az meg csak a zsűri dönti el. Ebben nem vagyok biztos, mert hogy miért hívnák a zsűri díjának, nem? Igen, mert a fődíj is hivatali zsűri díja lenne. Fődíj is a zsűri díja, de hogy a fesztiválokon a fesztivál igazgatók azok tényleg nagyon sok mindenbe szoktak dönteni, milyen filmek menjenek akár versenyprogramba, vagy valami különleges vetítésen. Hát meg nyilván nekik a néző is szempont, mint olyan. Pontosan, abszolút. A néző, ez valamilyen szinten ilyen piaci ügy is, témák. Kit lehet eladni, mit lehet eladni, hogyan lehet eladni. Igen, igen, ezen állandóan megy a vita, hogy a fesztiválok mennyire mennek az ilyen üzleti dolgok felé, és mennyire csak a művészeti vagy a kísérletező értéket nézik. Hát például volt most egy vita ezzel kapcsolatban, hogy például ugye Cannes-ból kitiltották a Netflixnek a filmjeit, és akkor jó, akkor átmentek Velencébe, mert Velencének meg nagyon jól jött, mert akkor ott lesznek a sztárok. Igen, és a Cuarón meg is nyerte az egyébként Netflixes filmjével a Velencei Fesztivál fődíját, és egyébként nagy esélyese az Oscarnak is. Egyébként, ha már ebben mentünk bele, akkor mi szerint válogatják a filmkészítők, illetve a producerek, hogy egy-egy filmnek hol legyen a premierje? Tehát mondjuk a Virágvölgy miért Carlo Vivari? A 9 hónap háború doksid miért Szarajevó? A 9 hónap háború az egy egyszerűbb ügy, mert... Hát ott tényleg egyszerűen az, hogy Szarajevó egy háború által sújtott város, és a nézők jelentős része közvetlenül testközelből is megtapasztalta a háborút, ráadásul egy kelet-európai háború, abban is, sőt, hát abban nagyon erősen jelen voltak az etnikai konfliktusok, nemzetiségi konfliktusok, ahogy egyébként valamilyen szinten az orosz-ukránba is ez így bele van generálva. Ezért úgy éreztük, hogy ez egy nagyon jó fesztivál, a Szarajevói Fesztivál, baromi jó a hangulata, sok a néző, és ezért döntöttünk úgy, hogy rámegyünk erre a fesztiválra. Kettő között mi a különbség, mint Carlo Vivari és Szarajevó között? Carlo Vivari az hivatalosan Kelet-Európa vezető fesztiválja. Szarajevó az nem A-kategóriás, ami csak annyit jelent, hogy nem premier fesztivál, tehát ha valahol máshol vetítettek filmet, akkor attól még Szarajevóban is mehet. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a filmek Szarajevóban mondjuk gyengébbek, mint Carlo Vivariban. Tehát sőt, iszonyú combos programok szoktak összeállni Szarajevóban, mert úgy válogatnak, hogy tényleg nagyon, szerintem nagyon jól válogatnak. Úgyhogy kicsit az a különbsége miatt, hogy bár mondjuk a világ premierje tehát a 9 hónap háborúnak Szarajevóban volt, de az A-kategóriás fesztiválokon azért, mert hogy általában szinte minden filmnek, amit vetítenek versenyszekcióban, ott van a premierje, nagyobb a csinnadratta, kicsit több a csillogás. De Carlo Vivariban például az a jó, hogy ott is rengeteg a néző.
Tehát, hogy elképesztő, tehát úgy képzeljétek el Karlo Vivarit, de egyébként Szarajevó ebből a szempontból hasonló, hogy tehát úgy fesztivál, hogy tényleg fesztivál, tehát hogy az utcán sörsátrak vannak, rengeteg ember van, ilyen buli, olyan buli, ilyen fellépők, olyan fellépők, rengeteg a fiatal. Szarajevóban is kiöltöznek az emberek erre az egy hétre, és esténként van, aki csak annyit csinál, hogy leföl sétálgat. Ilyen tényleg, mondjuk a nők azok koktélruhában, nagyon sok nőt látsz koktélruhában az utcán, és a vörös szőnyeg előtt fényképezkedve. Tehát mind a két helyen szerintem baromi jó a hangulat. Hát nagyon-nagyon nagyot mész idén, mert hát 34 éves vagy, és eddig még nagyjátékfilmed nem készült, hát idén kettő is. Hogyan sikerült ezt így ilyen csillagzat alatt így összehozni? Előtte én évekig szerettem volna filmeket készíteni, voltak is terveim, csak valahogy nem jött össze. Lehet, hogy kerestem a hangomat, lehet, hogy nem tudom, valahogy így alakult, hogy 4-5 évig alig-alig volt valami, és előtte kis játékfilmeket készítettem, és egyébként az volt, hogy amikor lejárt a doktori iskola, és ez a 9 hónap háború keletkezés történetéhez kapcsolódik már, lejárt a doktori iskola, és akkor amit a színművészetén végeztem, igen, és szerencsére ösztöndíjas voltam, de akkor már lejáróban volt az ösztöndíj is, és akkor volt még kb. 200 ezer forintom egy pályázatból, amit arra költhettem, hogy dokumentumfilmmel kapcsolatban kutatok. Tulajdonképpen ezekkel az utolsó filléreimmel megkértem Vas Gergő operatőrt, aki a Virágvölgynek is az operatőre, hogy menjünk el Kárpátaljára, mert ott még korábban foglalkoztatott egy téma, hogy szellemek, Kárpátaljában szellemek vannak, és nézzük meg a szellemeket, hogy mi van velük. És hát, ha ki lehet alakítani valami dokumentumfilmet, és tényleg ebből az utolsó fillérekből béreltünk kamerát, meg hangtechnikát, meg benzint, meg nem tudom mi, és akkor elmentünk, és elkezdtünk ott egy faluban interjúzni, és akkor ott ki is alakult egy koncepció, az egyik az, hogy egy ilyen boszorkányháborúról készítsünk dokumentumfilmet, ami az egyik faluban dúlt. A fehér és a fekete boszorkányok közti háború. Kérlek, ezt csináljátok meg. És hogy itt, tehát hogy tulajdonképpen, tehát hogy nem arról van szó, hogy az emberek, ők boszorkányok, hanem ezeknek a lényeknek, vagy ezeknek az entitásoknak a segítségét kérik a másik ellen. Tulajdonképpen. Én tulajdonképpen ez ilyen vudúzás. Igen. Igen. Rontás. Van ennek szép magyar. Igen. Van ennek szép magyar neve is. Igen. Igen. Ezt kerestem. Igen. Rontás. Igen. És akkor egyébként ott beszéltünk egy helyi ilyen táltossal is, aki azonnal elmondta, hogy ha mit tudom én, rontás van rajtad, akkor hogyan lehet levenni, hogy tojást kell rakni az ágyba, meg nem tudom. És akkor ez nagyon izgalmas volt, de hát közben kitört az orosz-ukrán fegyveres konfliktus. És az meg, az sokkal keményebb volt. Szóval ott bementünk ebbe a faluba, a templomba, és akkor azt láttuk, hogy nincsenek férfiak, vagy csak idősek vannak. Most álljunk meg egy pillanatra, rakjuk össze, hogy mi ez az ukrán-orosz konfliktus. Mielőtt elkezdem ezt nagyon röviden elmondani, hogy ahhoz képest, hogy milyen szavakat használsz az orosz-ukrán fegyveres konfliktussal kapcsolatban, ahhoz képest te tulajdonképpen valamelyik oldalt erősíted, vagy az oroszt, vagy az ukránt. Erre közben jöttünk rá, mert nekünk nagyon fontos volt, hogy a család, akivel forgattunk, azokat védjük, hogy nehogy valami bajba keveredjenek, vagy nehogy bizonyos csoportokat provokáljunk. De hogy úgy van kitalálva az erről való beszéd, hogy ne tudjál semleges lenni egyébként, tehát hogyha azt használjuk, hogy orosz-ukrán fegyveres konfliktus, akkor inkább a nyugati narratívát követjük, tehát az ukrán és a szövetségeseik, tehát például
Amerika, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, az Európai Unió, és hogyha azt mondjuk, hogy polgárháború, akkor meg inkább az orosz narratívát követjük, hiszen az oroszok azt mondják, hogy ők ugye nem harcolnak Kelet-Ukrajnában hivatalosan. Tehát ezért innentől kezdve már elég nehéz így eligazodni ebben az egészben, de hát talán annyit érdemes kiemelni, hogy ugye 2014-ben robbant ki egy fegyveres konfliktus Kelet-Ukrajnában, ahol döntő többségben orosz ajkú emberek élnek. Az is nagyon fontos tudni, hogy Ukrajnában a nemzeti identitás sokkal bonyolultabb, mint mondjuk Magyarországon, mert vannak olyan, például orosz nyelven beszélő emberek, akik ukránnak tartják magukat, vannak olyan ukrán nyelven beszélő emberek, akik orosznak, és akkor ebbe bekavar még vannak ruszinok is, és közben vannak a nyugati ukránok, akik ilyen pánukránnak tartják magukat, az igazi ukránnak, és a keleti csoportok pedig egy kicsit másba vannak. És akkor, ahogy megyünk keletről nyugatra, akkor úgy egyre kevesebb, úgymond az orosz nemzetiségű ember, és egyre több az ukrán, de akár mondjuk még Kárpátalján is él 10-15%, aki mondjuk orosznak vallja magát. Tehát egy elég bonyolult helyzet van, és akkor 14-ben tulajdonképpen Kelet-Ukrajnában kikiáltottak két köztársaságot, pontosabban népköztársaságot, ha jól tudom, a Donyecki és a Luhanszki demokratikus, lehet, hogy még demokratikus is, nem tudom, népköztársaságban. Vannak túlzás azért. Azt hiszem, hogy ez pont nincs benne, de Luhanszki. Nem baj, de érezzük benne az iródiát. Népköztársaság. Igen. És akkor, és ott tulajdonképpen azért, hogy ők ott megalapítsák ezeket az államaikat, amik a nyugati hatalmak szerint orosz bábállamok, tehát egyébként máig is én úgy tudom, hogy a fizetőeszköz az orosz rubel, be vannak kötve most már a közművek Oroszország felé, telefonálni is úgy lehet, tehát hogy nagyon szoros kapcsolatban vannak Oroszországgal, és hát Ukrajna ezt nem fogadta el, és ezért harcok alakultak ki a szeparatisták és a ukrán kormányerők között. Amit bonyolítja, hogy egyébként közben, és ez amúgy a filmben nincsen benne, de talán érdemes elmondani, hogy bonyolítja az egészet, hogy közben meg fegyveres milíciák is alakultak ki az országban, amik adott esetben egy-egy oligarchához köthetőek, amiket már csak, onnan már csak egy lépés, hogy ilyen hadurakká nevezzük ki őket. Tehát destabilizálódott az ország, militarizálódott, és ekkor kezdődik a 9 hónap háborúnak a története, ami egy családról szól, akik Nyugat-Ukrajnában élnek, Beregszászon, magyarok, és a háború egyébként 1500 kilométerre zajlik, tehát úgy képzeljétek el, hogy Ukrajna olyan óriási, hogy Donyeck az mondjuk olyan messze van, mint Budapesttől Párizs, majdnem. De hát akkor is azt éreztük, hogy elindult egy ilyen besorozósdi. Tehát konkrétan, mint a második világháborúban megkapták a Poveszkát a fiatalok, azt így hívják a behívó levelet, és akkor menni kellett, kötelező volt. És akkor aki csak tudott, az például aki magyar állampolgár volt, magyar nemzetiségűek, azért azok közül a fiatalok próbáltak kimenekülni az országból, vagy valamilyen módon megoldották, hogy ne sorozzák be őket. De hogy úgy képzeljétek el, hogy ez olyan volt is egy időszakban, mivel hogy katonahiány volt egy időben, amikor a leghevesebbek voltak a harcok, akkor ment egy katona, meg egy rendőr a házhoz, becsöngettek, és ha otthon találták a fiút, akkor jó napot kívánok, tessék összepakolni, indulunk. Tehát nem az, hogy majd holnap, vagy gyere, ne haragudj, hanem akkor és ott el kellett menni, és hogyha nem, akkor meg hadbíróság, ami szóval elég kemény. És akkor egy ilyen helyzetben kezdődik a film, ahol a Jani is megkapja a behívóját, hogy 24 éves volt. Ő nem menekült el a harcok elől, hanem nem menekült el a hadsereg elől, hanem elment. Ezzel kezdődik a film lényegében. Most értünk vissza oda, ahonnan indult a kérdés, hogy bementetek egy faluba, és nem voltak ott férfiak. Janit hogyan találtátok meg? Elkezdtünk családokkal beszélgetni, akik közvetlenül érintettek voltak a háborúban, tehát akiknek besorozták
a valamelyik férfi tagot, vagy az apát, vagy a fiút, vagy mindkettőt. És akkor 10-12 családdal interjúztunk, és segítettek nekünk helyiek, és ez egy kutatás volt. És akkor utána találtuk meg Erzsikét, és akkor derült ki, hogy Jani éppen kiképzésen van, és akkor úgy éreztem, hogy az Erzsike az anya. Ez egy fontos dramaturgiai pillanat, hogy van egy srác, aki most kezdi el ezt az egészet, és hogy ezt sikerül most elcsípnünk. És tulajdonképpen ezért döntöttünk, ezért is, meg azért is, mert nyitottnak tűntek, és úgy tűnt, hogy szövetséget tudunk velük kötni erre a filmre. Hogy sikerült egyáltalán kialakítani ezt a bizalmat velük? Hogy voltak nyitottak arra, hogy mégiscsak oda menjetek, fölvegyétek ezt? Hogyan sikerült velük ilyen helyzetben, vagy ilyen kapcsolatba kerülni egyáltalán? Tulajdonképpen velük kellett éljetek. Hát majdnem, igen, tehát volt úgy, hogy bár mi nem aludtunk ott náluk, mert nagyon kicsi a lakásuk, nem fértünk volna el, de napközben akár késő estig is ott ültünk náluk. Általában akkor, amikor a Jani otthon volt, mert ő aztán ugye nagyon hamar elment a frontra, és aztán egyszer jött vissza 9 hónap alatt 2 hétre szabadságra. És akkor ott voltunk abban a 2 hétben. De egyébként úgy tudtunk közel kerülni egymáshoz, hogy egyrészt a Janiék nagyon nyitottak, tehát lazák, közvetlenek, ilyen. Valahogy az egész család nagyon kedves és befogadó volt. A másik az, hogy ők is átérezték annak a jelentőségét, hogy ez nem csak az ő személyes életükben fontos, hanem abban a közösség életében is, ahol ők élnek. És hogy erről valamilyen formában hírt kell adni, hogy ez erről érdemes hírt adni, hogy ők hogy élték meg, nem csak maguk miatt, hanem a közösségük miatt is. És nem volt még Beregszászon vetítés, de biztos vagyok benne, hogy ha lesz, akkor sokan el fognak jönni, és fontos ügy lesz. Mert nagyon sokan érintettek ebben, és hogy egy ilyet végig tapasztalni, az tényleg valamilyen módon a traumának az oldása is, vagy rálátás azzal, hogy mi is történt velük. Ugye nagyon érdekes a formanyelve magának a filmnek, hiszen vannak ezek a bizonyos jelenetek, amiket a családdal együtt forgattatok le, de amikor meg ugye Jani elmegy a frontra, oda nem tudtátok követni őt, viszont Jani a saját telefonjával, annak a selfie kamerájával folyamatosan ilyen vlogosan narrálja a kinti eseményeket, vagy éppen felvesz ilyen jelenetképeket. Ez hogyan jött egyáltalán az ötlet, hogy őt erre bíztattátok, hogy csináljon ilyen felvételeket, vagy ez ennél fatálisabb véletlennek köszönhető, hogy így alakult? Hát azért azt tudtuk, meg láttuk, hogy a Jani össze van nőve a telefonjával, és hogy már a kiképzésről is mutogatott felvételeket egyébként. Tehát láttuk, hogy ő úgy, ahogy minden tisztességes srác, folyamatosan a mobilján pörög, és akkor még azt gondoltuk, hogy a film az tulajdonképpen a szabadságokat fogja megmutatni, hogy akkor mi forgatunk, és akkor a Jani hogy jön haza, és akkor a kettő között lesz egy ilyen ellipszis, hogy abból derül ki, hogy mi történt vele a fronton, hogy hogyan változik meg otthon. De aztán meg rájöttünk, hogy fú, hát azért, és nagyon gyorsan történtek az események, hogy hát most elmegy, és akkor így, hú, hát akkor most mi lesz? És akkor a Nagyzágon operatőrnek volt ez az ötlet, hogy kérjük meg, hogy kérdezzük meg, hogy veszi-e, mit vesz, hogy vesz, és akkor elkezdtünk vele erről csetelgetni, és akkor ő ajánlotta, hogy esetleg használjuk föl ezeket a felvételeket, és akkor nekem is nagyon megtetszett, és akkor tulajdonképpen kialakult ez a, közösen kitaláltuk ezt a rendszert, hogy ha Jani a fronton van, akkor a mobiljával közvetítjük, hogy mi történik vele, ha otthon van, akkor meg mi vesszük. És nagyon izgalmasnak tűnt ez a filmnyelv, mert ez a kétféleség valahogy egymást támogatja, tehát azt a kontrasztot mutatja be, hogy kint a fronton mennyire iszonyúan ilyen beszűkült az élet. Tehát, hogy egy katona a háborúban valójában nem lát rá szélesebb dolgokra. Sőt, mi akár kívülről néha jobban a hírek alapján jobban rálátunk, hogy éppen mi zajlik, hogy zajlik, mint az, aki benne van, és folyamatosan minden percben megmondják, hogy mit kell csinálnia. És ez a fajta ilyen beszűkült nézőpont,
ezt a mobiltelefon közvetíti, ezt az érzést. A mobil, mint olyan, nekem mindig furcsa volt a háborúban, amióta működik az okostelefon, mint olyan, azóta rendszeresen használják a katonák háborúk során. De valahogy ez nekem mindig olyan visszás volt, hogy olyan, mintha az ellenségnek szolgáltatnánk információt vele, ami nagyon könnyen előfordulhat. Ugye? Nyilván Jani elsősorban most már nektek dolgozott ezzel, de nyilván nem csak és kizárólag nektek dolgozott ezzel. Nem láttatok ebben valamiféle veszélyt? De láttunk veszélyt, de nem, elsősorban nem ebből a szempontból, ezek a felvételek már 2 évesek, és valószínűleg változnak a dolgok, ez az egyik. A másik pedig, hogy olyan elképesztő a háborúban az, hogy hogyan fedezik fel a másiknak az állásait, hogy ezek a mobiltelefonos felvételek hivatalosan okozhatnak problémát, de valójában mai műholdas rendszerekkel, meg fejlettebb ilyen távcsöves, meg ilyen-olyan fényképezős rendszerekkel elképesztő mennyiségű információt lehet kinyerni az ellenfél hadállásairól. Tehát ez nem kellene a mobiltelefonokat katonák feltörni a mobiltelefonokat, de abból a szempontból azért aggódtunk, hogy olyan felvételek mégse kerüljenek ki, amikből neki problémái lehetnek, mert valóban ez nem teljesen legális ez a dolog. Valóban mondjuk ott arcok látszanak, bizonyos emberek személyiségi jogai esetleg sérülhetnek. Most a Janinak a környezete az tudott róla, hogy készül egy ilyen film egyébként, tehát ők tulajdonképpen szóban beleegyeztek. Látszik is a felvételeken, hogy aki nem akar benne lenni a filmben, az így integet, hogy eltakarja az arcát, vagy ilyesmi. De azért ez egy probléma volt, hogy igen, ezen gondolkoztunk, meg megkérdeztünk ilyen nemzetközi jogászokat, hogy mint, és végül aztán megmutattuk a magyarországi ukrán nagykövetségnek is, volt is ott egy vetítés, és kiküldték Kijevbe is, ott megnézték az illetékesek, és azt mondták, hogy okay. És hogyan zajlott a Janival a kommunikáció a fronton? Tudtatok akkor érintkezni, mondjuk cseten? Láttatok-e egyáltalán bármit folyamatában ezekből a felvételekből, meg egyáltalán instruáltad-e, irányítottad a figyelmét mondjuk dolgokra? Konkrétan így nem instruáltam, hogy vedd fel ezt, vagy vedd fel azt, de folyamatosan beszélgettünk, és valahogy az, hogy ő tudta, hogy minket ez érdekel, attól ő sokkal több mindent vett fel. Tehát ez az egész így generálta, és sokkal többet beszélt ilyen selfie módban a kamerájába. Például volt ilyen, hogy kértük, hogy mondja el egy nap, hogy mi volt a legjobb, meg mi volt a legrosszabb a napjában. Hogy ezt többször csinálja meg, amikor csak így eszébe jut. Nyilván megkértük, hogy ha bármi érdekes dolog történik, akkor vegye fel. Például van egy ilyen elképesztő buli jelenet. És akkor az például mondtuk, hogy az ilyeneket kértük, hogy esetleg, ha tudja, akkor vegye fel. De direktben nem instruáltuk, de kiderült ugye, hogy ő nagyon tehetséges operatőr. Tök szép képeket vett fel. Mondjuk rá kellett szólni, hogy a kamerát az például fordítsa el, amikor nem saját magát veszi, tehát hogy még ne vertikálisan, hanem horizontálisan tartsa a kamerát, mert amikor néztem a filmet, akkor láttam, hogy kb. Pont a szabadság utáni részekben ott már egy csomó olyan kép van, ahol már normálisan van. Tehát, hogy ez például egy ilyen rászólás volt? Abszolút igen, erről dumáltunk, hogy esetleg fordítsa meg, mert akkor több minden látszik, de neki amúgy az volt a természetes, hogy nem fekvő téglalap alakba, hanem ilyen portré módba használja a telefonját. Egyre inkább természetes a portré mód a telefonokon. Igen, ez csak fúj, mondjuk hát ez moziban hát rossz ez így. Kihomályosítani a képszélét, az furi. Van olyan jelenet a filmben, amikor nem kívánják a kamera jelenlétét. Ti éreztétek magatokat feszélyezve bizonyos szituációkban? Vagy éreztétek azt, hogy lehet, hogy most nem kéne itt lenni? Nyilván ilyenkor győz a filmes, tehát akkor is itt maradok, hogyha nem tudom, mi történik. De hogy ez alkotóként milyen érzés? Pláne, hogy ennél a bizonyos jelenetnél is, amit a Pityu említ, ott tök jó, hogy a hang ugye az külön forog, és a kamerát bár a zágon kikapcsolta, de hangban azért halljuk, hogy mi történik. Igen, ez volt az egyetlen alkalom egyébként, hogy megkért a Jani minket, hogy kapcsoljuk ki a kamerát, de ez egy folyamatos
kérdés volt. De csak hogy a hallgatók is tudják, itt éppen volt egy ilyen nézetkülönbség a Jani és az édesanyja között, aki sokadjára megint nagyon gyerekként kezelte a fiát. Igen, itt volt egy fontos, erről nagyon sokat beszélgettünk a Horváth Szabó Ági és Muhi András Pires producerekkel, hogy is, hogy ezek az etikai kérdések, hogy meddig mehetünk el. Nyilvánvalóan az első és legfontosabb az volt, hogy ők, tehát a Janiék mi az, amit engednek. Azon túl pedig próbáltuk folyamatosan beszélgetni, velük is próbáltunk folyamatosan beszélgetni, hogy mi ez a film, hol tart a film. Tehát ők egy idő után már nagyon várták, hogy akkor most vége legyen a forgatásnak, tehát ők körülbelül amúgy vágták, hogy most éppen amúgy a film, ami egyébként az életükről szól, az éppen hol tart a sztori. Tehát nekik voltak ilyen elképzelésük, hogy hát most olyan kétharmadánál tartott a dolog. És akkor persze szerintük hamarabb véget ért a film, mint szerintünk, mármint az ő életükben, és akkor mi ott még pár hónapig kellett, hogy forgassunk dolgokat. Amúgy alapvetően nem volt ezzel probléma. Tehát, hogy elképesztő, tényleg szó szerint a hálószobájukba ücsörögtünk esténként órákat. És egy idő után meguntak minket. Akkor menjünk vissza háborúzni. Nyilván nem. Ugye amellett, hogy van ez a fajta formavilága a filmnek, hogy vannak az általatok rögzített részek, meg a Jani által felvettek, de emellett van még egy ilyen konkrét rendező elv benne, hogy nincsenek beszélő fejek, tehát hogy leültetve, hogy akkor most így elmondja, hogy mi van, hanem inkább egy ilyen kicsit szituatívabb jellegű doksiról beszélünk. Emiatt mondjuk így az igazi motivációk azok nem jelennek meg, de azért egy picit kiérezhető, hogy a Jani tényleg azért ment ki a frontra, hogy ő megmutassa a saját anyjának, hogy ő is férfi. Tehát, hogy látszik az, hogy igazából ő, ahogy említetted az elején is, a faluból vagy a városból eltűntek a férfiak, ez a fiú viszont bevállalja azt, hogy elmegy a frontra. Emiatt, hogy ő bizonyítson? A Janinak az a álláspontja erről, hogy ő azért ment ki a frontra, hogy ott megállítsa a háborút. Tehát, hogy ne terjedjen tovább, ne tudjanak eljutni az oroszok és szövetségeseik, vagy más néven a szeparatisták, ne tudjanak eljutni Beregszászig. Tehát ő tulajdonképpen a családját védte, és azért ment el. De a filmben szerintem, a filmből kiolvasható valami olyasmi is, hogy az Janit igen zavarja az, hogy az anyukája így megmondja neki, hogy mit, hogy kellene csinálni, és tulajdonképpen lázad ellene. Nem szeretném így a filmem mert így túlértelmezni, de mindenképpen az benne volt, hogy ez egy felnövekvés történet, és ez egy anya-fiú film, tehát az anya-fiú kapcsolat tulajdonképpen a legfontosabb benne. Mi lett a sorsa Janiéknak? Tehát ugye, ahogy említetted, ezt még korábban forgattátok. Hol tart most az édesanyja meg Jani? Az édesanyja Erzsike Jászberényben dolgozik, tehát eljöttek Ukrajnából az egész család. A Jani és a Zsani pedig Hollandiában paradicsomot szed. Ők is lényegében... Zsani a mennyasszony. Igen, Zsani a mennyasszonya. Már nem élnek ott. Hát nem akarom lelőni a filmet, majd nézzétek meg, és akkor meglátjátok, mert akkor abból lehet talán azt is meg lehet érteni, hogy miért. A filmnek januárban lesz a premierje. Január végén. Addig türelemre van szükség, de azért minden fontos információt meg lehet nézni. Viszont még egy utolsó másfél-két kérdés. Az egyik az, hogy párhuzamosan jöttek ki a filmjeid nagyjából. Az egyik az egy játékfilm, a másik az pedig egy dokumentumfilm. A te életedben melyik fontosabb, vagy melyik foglal el nagyobb hangsúlyt? Ez az elmúlt két évben teljesen párhuzamosan ment. Tehát, ha így végig gondolom, akkor nagyjából hasonló mennyiségű energiát fektettem bele, és mind a kettőt nagyon szerettem más és más okok miatt. Az talán egy különbség, hogy a játékfilmben a stílus, tehát a filmnek a világa, a nyelve, az talán személyesebb, mint a dokumentumfilmben, mert a dokumentumfilm az egy szigorúbb keretek között van, és nem lehet
legalábbis ez a dokumentumfilm nem lehetett annyit játszani a film nyelvével, de egyformán továbbra is vannak dokumentumfilmes ötleteim és játékfilmes tervek is. Ezek közül akkor néhányat még említs. Hát akkor mondok mind a kettőt, mert hogy tényleg egyformán fontos a dokumentumfilm is, meg a játékfilm is. A játékfilm az, annak az a címe, hogy A teremtés kolonája. Ez forgatókönyvfejlesztési szinten van, és egy testépítő nőről fog szólni. Ilyen testmelodráma. Szerintem Magyarországon egyébként ilyen magyar film még nem készült, szerintem. Viszont a magyar művészet fel van rá készülve általában. A film kevésbé, de a test probléma, mint olyan, az irodalomban, a képzőművészetben folyamatosan jelen. Abszolút, abszolút, persze, igen. És szerintem tök jó lenne már, hogyha a filmekben is legyen ez, és ezt nagyon szeretem amúgy is, az ilyen filmeket. Nemes Anna festőművésszel írjuk egyébként. A másik pedig egy dokumentumfilm terv, ez is még csak terv fázisában van. A boszorkányos. A boszorkányos, az van, hogy azt is szeretném, csak ahhoz tényleg megint kutatni kell, igen. Hogy most... Most van-e boszorkány háború, vagy... Igen, nincsen. Most hol tart, mert az a baj, hogy ez a boszorkány háború már elég régen volt, úgyhogy igen. Az már elmúlt. Igen. Igen, de szeretném a szellemeset, de van egy ilyen tervem, aminek az a címe, hogy első nap az iskolában. Három olyan gyereknek a lényegében egy napját követi a film, amíg először elmegy az iskolába, és ez a három gyerek, ez három különböző társadalmi státuszú csoporthoz tartozik. Az egyik egy mély szegénységben élő, a másik egy középosztályban élő, a harmadik pedig egy nagyon gazdag. És a film, ez is egy 72 perces film, tulajdonképpen egymással párhuzamosan mutatná ezeket a szálakat. És a kamera az végig a gyerek magasságában lenne, tehát ilyen 120 cm magasan, és ha felnőtteket látunk, akkor ilyen alsógépállásból. Vuk-vuk nézás. Igen. Vagy nézet, igen. Hát ehhez nagyon nehéz lehet megtalálni ezt a három embert. Nem tudom, hol tartotok a munkával, de... Kezdeti fázisban, de hát nyilván itt nagyon fontos lesz majd a családokat, meg azokat az osztályokat megtalálni, de... Hát az oktatás, az szerintem most nagyon fontos, hogy mi lesz az oktatással. Ez az egyik ügy. A másik meg egyébként is mindannyian voltunk először iskolások, tehát tök jó ezt a közös élményt valami miatt valahogy így feleleveníteni. Kívánom, hogy egyikőjük se szökjön haza. Nekem volt egy osztálytársam, aki az első nap hazaszökött az iskolából, és ne kell utána rohadni, az nem egy élmény. Hát István, én megmondom őszintén, én meg azt kívánom, hogy szökjön haza. És filmileg működik. Jó, ez igaz. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseinkre. A Virágvölgyet még el lehet kapni mozikban? Vagy az most már lekerült teljesen? Talán lesz még egy-egy vetítés. Figyeljétek a Facebookot, van Facebook oldal a filmnek, és előfordulhat decemberben még lesz egy vetítés. Akkor Virágvölgybe még bele lehet futni, a 9 hónap háború januárban érkezik. Neked meg további jó munkát kívánunk, Csúlya László volt a vendégünk, a mikrofonnál pedig Pion István. És Mucsicska László volt. Egy hét múlva pedig egy újabb podcasttel jövünk. Sziasztok! 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 A kulturális podcast.